elég kemény idő van, kint vagyok Tószegen a Paszkótavon, és hát ahhoz képest, hogy január 20-a környéke van, az előbb olyan zivatar ment át itt, hogy villámlott, dörgött az ég óriási széllel, nagy esővel, hát nagyon brutál idő van. Hát lehet is látni, ott megy el az a nagy zivatarzóna. A szél marad utána, úgyhogy nem hiszem, hogy sokat maradok kint, de már kijöttem, akkor dobok egy párat, aztán szerintem egy fél óra, az utána irány haza, mert ez elég durva idő így. Na, sajnos jó nagy szembeszél is van, elég nehéz lesz dobni is, de mindegy, megoldjuk. Na, túloldalra én most át nem megyek azért. Ki tudja, nem jön megint ilyen eső, akkor futás vissza a kocsihoz, aztán ennyi is volt a mai nap. Akkor próbálkozok először is twisterrel. Biztos van egy a 6-7 fokos a víz, vagy még talán több is. Hiába, hogy január közepe van. Jó idő van. Próbálkoztam az elmúlt napokban féderezni is, de csak ilyen nagyon kis apró kezeket lehet fogni, és nesztit. Ez azt is inkább ilyen úszós peszával. Úgyhogy... Úgyhogy azt most még föl kell adni, az még kicsit kéne melegedni a víznek, hogy meginduljon a keszekárász is. Vagy hát látsz, hogy lehet fogni, csak ott a stégem előtti részen nem volt. Én most azért nem megyek át más helyre. Hát úgy látom, hogy a viharnak vannak áldozatai, itt van a stéggel szemben egy bedőlt fa. Az a múltkor még nem volt itt egy pár héttel ezelőtt. Szerintem, hogy megjött a vihar, pont abból az irányból jött, és a szemben azért vannak száraz fák, lehet ez is az volt, és szépen be is döntötte a vízbe, be is sodorta. Hú, jó nagy széllel érkezhetett akkor. Keményen lecsapott itt ezekre a száraz fákra, de úgy látom sodródik is a vízbe. Valahol itt fog majd kikötni akkor a túloldalt. Na hát most már itt tart a fa a tó közepén, ott mélyebb a víz, úgyhogy biztos nem fog felakadni, majd valahol itt a stég előtt fog. Hát ez mindenképp csónak kell majd kiszedni. Vagy nem tudom, hogy mivel lehet majd ezt onnan kivágni, kihúzni a vízből. Jó kis meló lesz, az biztos eltüntetni majd. És az első hal megvan. Szép kis ütéssel érkezett itt a stég széléről. Na, hát egy fekete sügér. Zöld színű LNK floating seret raktam föl. Ó, nem, elment. A francba rosszul merítettem meg. Na. Csali a szágba, a hal meg sehol. Nagyon jó. Franc egye meg. Sűrűn előfordul a sügerekkel, ez sajnos. Na mindegy. Na mindegy, első akció megvolt. Úgy látszik, hogy hal a kapókerüknél vannak, ez a lényeg. Lesz még itt. Fék is egy kicsit gyengére volt állítva. Simán ezt a halat meg kellett volna tudni tartani. Na mindegy. Szép kis ütéssel érkezett pedig. Innen a stégről. Na jó. Lesz még itt.
féket kicsit elősebbre állítom. A bevágás se ült igazából rendesen. Erős csontos szájuk van. Szép lassan be is fejezem a mai peszát, hát ez egy ilyen egyrontott sügeres horgászat lesz, úgy néz ki. Megint föltámadt a szél, befelhősödött, lehet jön a következő adag eső, szóval nem is akarom megvárni, meg hát egyre jobban hűlik lefelé az idő. A következő napokra jön egy havazásokat, mond hózáporokat, úgyhogy nem túl sokat nem akarom makint fagyasztani magam. És szerintem itt be is fejezem ezt a rövid kis pergetős videót, úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!